Másodszor vagyunk itt Sopronban, ez a harmadik versenyünk egyébként, és akkor most idén először két napos. Az egyetem rendelkezésünkre bocsátott ezt a tanüzemet, meg segítettek abban, hogy a gyerekeket el tudjuk szállásolni, és akkor tudtunk egy kicsit változtatni az egésznek a tematikáját. Eddig csak egy versenyfeladat volt, és aztán vége volt a versenynek, most meg az van, hogy itt vannak ezek a padok, amin itt ülünk is, tehát mai napon ezeket a padokat kellett elkészíteni a srácoknak, holnap meg olyan ilyen, hogy mondjam, ilyen cégspecifikus feladatok lesznek, amiben a támogató cégek segítettek nekünk. Plusz hozadéka még ennek az egésznek, hogy van egy este, a buli mindig lényeges, amikor nem kell hazarohanni, hanem itt marad mindenki, a versenyzők, a szaktanárok, az egyetem részéről, a támogatók, és lehet egy kicsit diskurálni, kicsit szakmázni. Ez szerintem majdnem a legfontosabb. Az idei évben egy háromlábú pad elkészítése volt a feladat. Minden évben igyekszünk olyan feladatot kitalálni, ami szakmailag is kellő kihívás, és formailag is látványos. A padnak a teteje az réteget lemezből készül, dekorozással. Itt a dekorozást a diákoknak kellett megcsinálni hőprésben, és az élnek a profilmarását, azt meg sablon mellett egy felső maróval. A lábszerkezet tömör nyírből készült, ezt félkész állapotban kapták meg, tehát keresztmetszeti megmunkálása megvolt. A csapokat kellett kialakítani, összeragasztani, lecsiszolni, és az egész lábszerkezetet le kellett olajozni, és a padtetőnek a réteget lemez élét is ugyanígy le kellett olajozni. A padnak az egyik nehézsége a tetőlapnak az élmarása. Itt elég nagy fogást kell venni a felső maróval, kézből kell marni, bemozdulhat a maró, beéghet a maró, stb. Jobb láb, bal láb és a hátsó láb mindegyik különböző alkatrész, mindegyiken máshol van a ferdítés, és ennek megfelelően figyelni kell arra, hogy melyik oldalra kerül, milyen szögben van a érvágás. Az idén egy teljesen új fakötést hoztunk, a csapozás igazából egy szakállas vésett csapozáshoz hasonlít, csak itt a csap és a szakáll az ellentétes darabon van. Törekszünk minden évben arra, hogy valami új anyagot hozzunk a diákoknak. Itt a rétegetlemeznek a dekorozása már régóta ismert technika, de talán ritkábban alkalmazzák. Nagyon érdekes volt látni a versenyt, érdekes volt annál is inkább, mivel nekem ez egy nagyon fontos nap volt az én életemben, amikor én ugyanilyen versenyen vettem részt. Hogy változott azóta a verseny, hogy változtak a követelmények, nagyon érdekes látni ezt az egész versenyt, mint csapatverseny. Jónak találom, hogy csapatban kell dolgozniuk. Az asztalos szakma szerintem egy olyan szakma Magyarországon, amiben sokkal több lehetőség van, mint amennyit kihozunk. Nektek miért jó, hogy ilyen tanulmányi verseny létrejön? Több iskola is összemérheti tudását, és hát kapcsolatokat lehet teremteni. És igazából kiderül, hogy melyik szakközépiskola a legjobb. Minek köszönhetitek, hogy elsőként fejeztetek be a padot? Hát leginkább az, hogy gyakorlatokon is mindig együtt dolgozunk, és már jól össze vagyunk szokva. Mit gondoltuk arról, hogy ilyen versenyek létrejönnek Magyarországon? Ez fontos? Szerintem abszolút fontos, persze. Egyrészt azért, mert fiataloknak tapasztalatot ad, másrészt pedig az idősebb korosztály is meglátja azt, hogy a fiatalabbak mit tudnak. Mit viszel haza a mai napból? Elsősorban biztos, hogy tapasztalatot. Úgy gondolom, hogy remek volt a társaság is, ami itt összegyűlt a verseny keretében. Szerintem ami a legfontosabb az, hogyha kapunk egy feladatot, amit meg kell csinálnunk, az elején bármennyire nehéznek tűnik, csoportosan és közös munkával bizony ezt sokkal könnyebb megküzdeni. 4-5 csapat volt az, aki egy olyan szintet elért, ahol azt is díjaztuk, hogy eladható-e a termék. Találkozott egy olyan feelinggel, amit később pozitívan tud beépíteni az egész életébe. Szakmailag úgy az érzésem, hogy a rajzot értették, tehát hogy a gyerekek úgy jöttek ide, hogy tudták, hogy jó, hogy megkapták előre gondolom a rajzot, de tudták, miről van szó, nem kellett itt variálni, hogy hogy legyen, mint legyen, tudták a sorrendet. Az idén azt a feladatot adtuk ki és gondoltuk ki, hogy adott méretű, adott nyitásirányú és adott profilú
nyilászáróhoz, állítsák össze a vasalatokat. Amint látszik, többféle vasalat is szerepel az asztalon, tehát próbáltuk összevegyíteni a nyitás iránynak megfelelő, a nyitás módnak megfelelő és a méretnek megfelelő vasalatelemeket. Természetesen tájékozódni tudnak a versenyzők, hiszen az egyes vasalatelemeken rajta vannak a méret határok, ahol ezeket használhatjuk, és ezekből kell a megfelelő és a jóságú vasalatelemet összerakni, a megfelelő helyre elhelyezni. Ezt a feladatot találtuk ki a tanulóknak, hogy egy megadott korpuszba, ami itt található, egy felnyíló vasalatot kellene nekik installálni, tehát egy finom beállítással kell úgy beállítani ezt a vasalatot, hogy megfelelő módon csillapítson, és a felnyíló erőse legyen túl nagy. Utána egy nyitáshatárolót kell elhelyezni a vasalaton, ami a 90 foknál megállítja a frontot. Egy takarósapka elhelyezése után készen is van a feladat. Az Ake Hungária kertétől érkeztünk, és egy parketta fedőrétek hasító garnitúra összeszerelése lesz a feladata a fiataloknak. Ehhez megkaptak minden segítséget, szerszámrajzot, mérőeszközöket, illetve ahogy láthatjátok, a szerszámokat kell erre a tengelyre felfűzniük. A feladat az, hogy egy kevésbé méretezett rajz alapján inkább a szerszámok méretezésével próbálják meg összerakni a megfelelő sorrendben a szerszámokat. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a fél időben kapnak egy további segítséget, ami ahhoz nyújt támpontot, hogy melyik szerszámokon milyen paramétereket kell lemérni, és remélhetőleg ezzel sikerül a megfelelő sorrendet megtalálniuk. Ott ez egy nyilázáros feladat az asztalosok számára, ez egy egyszerű, nem egy bonyolult feladat. A rajz alapján el kell dönteni, ez egy 68-as ablak, amit a rajz alapján el kell dönteni, hogy hogyan készítjük a tokot, az ablaknak a tokját. És hogyha ezt elkészítenénk ezt a tokot, akkor a csapozásnál a csapos darabot hogyan állítjuk össze, és a csap réses darabot hogyan állítjuk össze. Erre adok egy tervdokumentációt, ezen látható a metszeti rajz, ebből kell nekik tudni, hogy mi az, amit kérdezek, tehát én egy tok fölsőre keresek egy megoldást, illetve utána készítünk egy marást, egy etalonmarást, és azzal az egyik csapat és a másik csapat összeméri a kettőt, és annak stimmelnie kell. A feladat a következő lesz, ez az a korpusz, ahova lényegében a fiúknak föl kell tenni az ajtót, egy kivető pántot kell fölfúrni, ehhez hoztunk egy ilyen speciális sablont, egy fúrógépet, ennek Ecodrilla neve, ezt lényegében először be kell nekik állítani, tehát meg lesznek adva adatok, hogy milyen mélységbe kell ezt a furatot befúrni, ugye a 35-ös furatról beszélünk, majd ezután, hogyha beállították, akkor ezt befúrják, a kivető pántot föl kell csavarozni, és lényegében az alaplaphoz is van egy ilyen speciális feljelölő sablonunk, ezt ugyanúgy fel kell jelölni, úgy szintén be kell fúrni, és ha ezzel megvannak, akkor a kivető pántot úgy kell beállítani, hogy a fugák stimmeljenek a korpuszon. A feladat első része a vonal mentén végig kell menni dekopírfűrésszel, és arra kell figyelni, hogy a lapastagságnak megfelelően ne térjünk ki a vonalból, a másik zárt algazatot kell furatolva kivágni ebbe az MDF labba, a harmadik feladatuk pedig a felsőmarógéppel egy árkot, egy hornyot kell marni tömörfába, és az lesz vizsgálva, hogy mennyire hullámos, illetve mennyire éget be az adott felület. Fafajokat kell felismerni fakockákból. A feladat az középnehéz, 13 fafaj van, a diákoknak egy papírt kell kitölteniük, és 10 pontot adunk a feladatra. A feladat az lesz, hogy egy előre elkészített korpuszba össze kell szerelni ugye először egy fiókkávát, fiókfeneket, fiókhártyát, fiókelőt, a jelölésekkel, szerelési műveletekkel, összecsavarozással, föl kell szerelni fióksint a korpuszra, utána be kell illeszteni a helyére a fiókot és be kell állítani, ezen a feladat. Hamar össze lehet kapni a csapatokat, tehát több jelentkező van, hála Isten, több csapat is. Úgyhogy ez úgy gondolom motiváló tényező. Érdekli őket, a kihívásokat szeretik, nem azt mondom mindenki, de egyre inkább azt gondolom, hogy vállalkozókedvűbbek a gyerekek. Én úgy veszem észre, hogy tanulnak abból, hogy milyen eredmények voltak, és szeretnék ezeket fölülmúlni, és úgy veszem észre, hogy egyre magasabb a színvonal. Hát milyen érzés? Hát nagyon jó érzés. Egyelőre még nem is nagyon tudjuk felfogni.
Hát rengeteg ándékot kaptunk, nem számítottunk ennyire, és hát nekem kifejezetten tetszenek, főleg a cseresznyes vésék. Hajrá, Rút!